Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő podcastjának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Kis Ambrus, Budapest főpolgármester helyettese. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és üdvözöljük itt a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást, és hát üdvözlöm a nézőket is. Mit lehet mondani a 2021-es évéről a fővárosnak, hogyha néhány rövid mondatba kellene összefoglalni, mi a helyzet most a város hát jelen pillanatban, egy, ha így marad minden, ahogy a kormány ezt megrajzolt a számunkra, akkor ez egy teljesíthetetlen év lesz. Erre mondtam azt egy január elejé interjúban, hogy novemberre, most itt, hogy a dátum pontosan mennyi, ezt még nem tudjuk, fizetésképtelenné válhat a főváros, azaz a működési kiadásainkat nem tudjuk finanszírozni. És ezt fontos elmondani, hogy megértse és mindenki megértse, hiszen nem arról van szó, hogy rosszul gazdálkodunk, vagy hogy a válságot ne akarnánk tudomásul venni, hanem arról van szó, hogy miközben a kormánynak érdekes módon nőttek 2019-ről 2020-ra az adóbevételei, ez egy tényadat, a közben a fővárosnak 2020-ban is már 15-20%-kal kisebbek lettek az adóbevételi, és ez is egy tényadat. Tehát ebből következik, hogyha rajtunk akarnak még fogni, akkor nem tudjuk végigcsinálni a 2021-es évet, és bizony akkor az egész közszolgáltatások, az egész gazdasági szerkezet, ami Budapesten van, az veszélybe kerülhet. Hogy ezt a számok nyelvére kellene lefordítani, akkor ezt hogyan kellene érzékeltetni? Tehát a tavalyi évben mennyi volt a visszaesés, és mondjuk az idei költségvetésben ez, ez hogyan néz ki a számok nyelvére? Azt látjuk, hogy 2020-ban nagyjából 39 milliárd forinttal kevesebb iparőzési adó jött be, mint amennyit vártunk, és erre jött 12 milliárd forint extra elvonás a kormányzattól. Ugye mit jelent ez? Még Tarlós István főpolgármester idején 10 milliárd volt 2019-ben az utolsó év, amikor szolidaritási hozzájárulást kellett fizetni ekkora mértékben. Úgy volt, hogy 2020-ban is ennyivel kell számolnunk, így is készítettük el a költségvetést. Majd a válság azt váltotta ki a kormányból, hogy elvon 12 milliárdot tőlünk, azaz plusz befizetést ír elő, ezért nem 10, hanem 22 milliárdot kellett befizetnünk tavaly évben. Ez az összeg egyébként idén nagyságrendileg 36 milliárd, 35,4 milliárd forintra növekedett. Tehát azért jól látszik a dinamikája, hogy ekkora mértékben vonnak el tőlünk. A másik, az iparűzési adó esetében úgy terveztünk, hogy 2021-ben annyi jönne be, mint 2020 évben, tehát a válság hatása így érezteti hatását, dehez jött a váratlan karácsonyi csomag, amikor a kormány a mi kontónkra, az iparűzési adónak a felét elengedte bizonyos cégek számára. És ez mi számításaink szerint 15-20 milliárd forintos kiesést jelenthet csak a fővárosi önkormányzatnak, nagyságrendileg ennyit összesen a többi kerületre vonatkozóan is. Ezeket összeadjuk, akkor még csak a kormányzati elvonások, megszorításoknak a számláját nézzük egybe, akkor ez már 10 milliárdok, sőt már inkább 30 milliárd forint értéket is el tud érni akkor miért lehet az, hogy a kormány ezzel szembe azt állítja, hogy soha nem látott támogatást kap a főváros? Ott is azzal érvelnek, hogy tulajdonképpen ezek nem a főváros sújtó elvonások, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ugye most a kormánynak is megnövekedtek a kiadásai itt a járvány okozta gazdasági helyzet miatt, és hogy tulajdonképpen csak a fővárosnak is ki kell venni a részét úgymond a védekezésből. Ez jól hangzik, és ki is vette a védekezésből a fővárosa részét, hiszen mi csináltunk tavasz óta, teszteket vásároltunk saját források, illetve adományoknak a terhére, és teszteltünk, sőt még teszteltünk egyébként nem csak a saját intézményeinkben, idős otthonainkban, halítanállátásban, hanem hirdettünk tesztelést a, a fővárosiak számára is. Tehát ezek működtek, és ezeket csináltuk, és csinálni is fogjuk. Ezen kívül szereztünk be védőeszközöket akkor, amikor még hiány volt egyébként a piacon, és tavasszal el tudtuk látni vele az intézményeinket. És ez egy teljesen természetes és rendjén is van. A valóságban viszont a kormány nem igaz, hogy őt érinti a válság, hiszen ő valójában persze kisebbek, a, nagyobbak a kiadásai, ahogy láttuk a bevételi oldala persze növekedett 2019-hez képest, tehát nem lehet azt mondani, hogy a válság nominális értéken agyonütötte volna a kormányzatot. Kiadási oldali megnövekedtek, ezt értem, de az is igaz, hogy a kormány tud pénzt csinálni, hiszen elment és elengedte a költségvetési hiányát, 9% közelében volt 2020-ban. Azt a költségvetési hiányt, amit mi nem tehetünk meg, hogy elengedünk, nem mondhatjuk azt, hogy akkor működési hitelt veszünk fel, hanem ezt a forrásokat nekünk évközben kellett valahogyan előteremtenünk zárulással, és 2021-re elértünk odáig, hogy nem tudjuk megoldani ezt a feladványt, hogyha a kormány nem kompenzálja az iparőzési adókiesésünket. kiesésünket. Azt valahogy lehet szemszerűsíteni, hogy mennyi az az összeg, amit eddig a 2020-as évben és mondjuk itt a 21-es év első egy hónapjában mondjuk így kifejezetten a koronavírus miatt kellett a fővárosnak elköltenie, tehát mi az a plusz kiadás, ami jelentkezett a költségvetésben? Két tétel, nagy tétel van ebbe a dologban. Az egyik az a az számszerűen azt mondom, hogy kb. 6-7 milliárd forint, ez nyár végéig volt, nyár elejéig volt 4,5 milliárd forint, és Utána már kb. két milliárdnyi beszerzést hajtottunk végre, ezek kifejezetten védőeszköz és védőfercelés és teszt. A nagyobb kiadás, ami kifejezetten járványjal van összefüggésben, az a közösségi közlekedés jegyelbevitelnek kiesése. Ugye amikor a költségvetését összeállítja egy BKK-BKV, akkor nyilván számol azzal, hogy mekkora mértékben vásárolnak jegyeket, bérleteket az emberek. És hát bizony azt láttuk, hogy tavaly 25 milliárd forint értékű kiesés volt. Tehát 25 milliárd forinttal kevesebb jegyedű vásároltak az emberek. Egyértelműen amiatt, mert hogy lezárták a várost, most képletesen értve, de sok esetben nem is teljesen képletesen, tehát lezárták a várost, az emberek tavasszal és sok esetben ősszel sem mentek már dolgozni, elterjedt a home office, Ebből következően ezt a bevétel kiesés, nekünk valahogyan kompenzálnunk kellett, és ez nyilván ez csak is kizárólag a járványnak a kontójára írható. Egyébként ennek kapcsán hadd mondjak el egy érdekes dolgot, és ez talán túlmutat a főváros költségvetésén, de mégis egy közös gondolkodásra hívhat minket. Azt vettük észre szeptemberben, amikor azért valamennyire már nyitva volt, vagy még nyitva volt a, a város gazdasága, hogy 25%-kal kevesebb dolgozói bérletet tudtunk eladni. Közben az autóforgalom nem növekedett meg az előző év azonos időszakához képest. Tehát magyarán az történt, hogy hát ha nem is általánosság, de nagyon-nagyon elterjedté vált a home office üzemmód. Az az, hogy az emberek otthon laknak és otthon dolgoznak, és sok esetben ez nem is a döntésük nyomán alakult így, hanem a munkáltató döntése nyomán. És nagyon nagy kérdés egyébként, hogy 21-ben, hogy egyébként véget ér a járvány abból a szempontból, hogy az átoltottság olyan szintű lesz, visszarendeződik-e és milyen mértékben a home office. Ez azért érdekes kérdés, mert egyébként ez a közösségi közlekedésnek a jövőjére kifejezetten hatással van. De egyébként a magára a már is alapvető hatással van, hogy mi történik a társadalomban, amikor ennyire összenő a munkahely és, a, és az élettér. És ez azért ez további kérdéseket is vethet fel, amire nyilvánvalóan most még nem tudjuk a választ. Ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy alapvető közszolgáltatások állhatnak le, akkor talán az ilyen legérzékelhetőbb a város működése, szempontjából azt mondom, a közösségi közlekedés, hogy lehet egy ennyire radikális dolog is, ami előfordulhat a városban? Ez egy dilemma volt, és, és nehéz is azt mondani erre, hogy akkor tudjuk a jó megoldást, hogy, 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 hogy hogyan menjünk végig ezen az úton. Mi azt döntöttük el, és ehhez akarjuk most tartani magunkat, hogy amíg tart a pénzünk, addig ezeket a közszolgáltatásokat azon a szinten, ahogy most látják a városlakók, működtetjük annak nincsen értelme a meggyőződésünk szerint, hogy ilyen kapcsolórendszer szerűen akkor elkezdjük lekapcsolgatni a különböző közszolgáltatásokat, mert hogy ehhez még hozzátartozunk még egy mondat, amit fontos hangsúlyozni. Én hiszek abban, hogy ezt a válságot úgy lehet kezelni, hogyha megőrizzük a munkahelyeket. És azért a fővárosnak van 26 ezer dolgozója, és szeretnénk mind a 26 ezer munkahelyre vigyázni. Tehát nem akarjuk olyan Közszolgáltatásukban olyan csökkentéseket végigvinni, amely a munkájuknak az elvesztésével járna. Ha egy közszolgáltatást végzünk, akkor ezzel a létszámmal szeretnénk végezni, amivel jelenleg is tesszük. Ezért mi úgy állunk neki a következő hónapoknak és a tárgyalásoknak a kormányjal, hogy bizony végigvisszük ezt az utat. Ezen az úton végigmegyünk, és hogyha elfogy a pénzünk, akkor nyilván vála érte az a felelősséget, aki elvonta tőlünk ezeket a forrásokat. Hiszen itt nem arról van szó, még egyszer mondom, hogy a válság vagy akár a gazdasági válság jelentette forráscsökkenéseket ne akarnánk tudomásul venni. Ezeket tudomásul veszük, hiszen tőlünk függetlenek. Egy dolgot nem akarunk tudomásul venni, a kormányzati megszorításokat, mert azok teljesen indokolatlanok szakmai szempontból. De lehet a végén egy ilyen radikális eszközhöz nyúlni, ugye tulajdonképpen azért ugye a főváros kezébe kevés olyan dolog van, mivel nem önöknél van a törvényalkotás eszköze, amivel igazából nyomást tudnak helyezni a kormányzatra, de egy ilyen gesztus, hogy mondjuk megállna a 4-es, 6-os villamos azért, azért nagyon erős gesztus lenne, amivel lehetne üzenni a kormánynak. Ugye korábban már történt olyan, hogy diszkivilágításokat a városban lekapcsoltak figyelemfelhívás célzattal most nem akarom elmondani, hogy mikkel készülhetünk, mert amiket csináltunk, hiszen egy részét ezeknek a forgatókönyveknek most nézzük végig. De azért az, hogy leállna a közösségi közlekedés, vagy ne legyen közvilágítás, én ezt nem tartom elképzelhetőnek, mert hogy ezzel megállna a város, megállna a gazdasági élet. Arról nem is beszélve, hogy azért itt termelődik a GDP 37%-a, hogyha ezt kirántanák egyik pillanatról a másikra a gazdaság szerkezetéből, akkor nyilvánvalóan ez az ország a gazdaságára is azonnali hatásukkal bírnak. Pont ezért gondoljuk, hogy a, van elég nyomós érvünk és eszközünk. Egyrészt az itt élő 1,7-1,8 millió ember, másrészt meg azok a vállalkozások, akik előállítják a magyar gazdaságnak a jelentős részét, ha ők a mi érvrendszerünk ebbe a dologba, hiszen működtetni kell ezt a társadalmat, működtetni kell ezt a gazdasági hálót, ami által képes a válságból kikerülni az ország. A kormány szerintem ezt érti csak még azt gondolja, hogy politikai szempontból felül tudja írni ezt az élvrendszerünket. Nekünk ebben a dologban meggyőződésem, hogy igazunk van, és szakmai, közgazdasági és társadalom politikai szempontból van igazunk. És most ebben a kérdésben ne a politikai vitáknak legyen a helye, hanem a megoldásé. Kormány kezében van egyszerűen a megoldás, Kompenzálja például az iparűzési adók kiesését. Melyik narratíva az most, ami inkább a főváros lakosságánál lecsapódik, melyik az, amivel inkább egyetértenek, inkább a kormánynak, vagy inkább a fővárosnak adnak igazat, mennyire működik eddig ez a plakátkampány? De azt tudom mondani, és nem is a plakátkampány, mert ugye mindig egy ilyen kampánynak azért hosszabb idő kell, amíg leülepszik, kialakul ennek kapcsán egy, vélekedés, és ez transformálódik mondjuk egy közvénykutatás formájába. És azért még korai is lenne, ezért valljuk be erről közvénykutatásokat csinálni, hogy hogy csapódott le ennek magának az üzenete. Azért azt látok olyan jeleket, és ezek ilyen meghatóak voltak, amikor amikor a bejelentés után többen, kvázi ilyen engedetlenség mozgalomszerűen azt mondták, hogy ők mégiscsak szeretnék befizetni a kétszázalékos iparőzési adót, mert azt gondolják, hogy a saját vállalkozások szintjén ez csepp a tengerbe, viszont így összeadva sok-sok vállalkozás által meg jelentős segítséget tud adni ahhoz, hogy a főváros működőképes maradjon. A másik ilyen szempont az a társadalmi partnereinktől származik, és ez is ilyen szempontból megható volt a nyugdíjas szervezetekkel találkoztunk nem is olyan régen, akik kezdeményezték, hogy hát akkor mondjuk el, hogy mi az igazságot számok nyelvén, hiszen csak abból lehet levezetni a, a valóságot. És az nyelvén elmondtuk nekik, hogy hogy néz ki a költségvetési helyzetünk, mit jelentenek ezek a lépések. Majd ők azt mondták, hogy hát akkor ők szeretnének szolidárisak lenni velünk erre. Ugye egy hét idősügyi szervezet kiadott egy közös közleményt, amiben azt mondták, hogy hát a, az idősek a budapesti társadalom szempontjából elengedhetetlen, hogy ne büntesse a fővárost és egyébként az önkormányzatokat se a kormányzat. A másik ilyen erős gesztus pedig a fővárosi, Idős... fővárosi érdekegyőztető tanács részéről volt, ahol az országos munkáltatói szervezetek, m VOS, Vosz és a szakszervezeti konfederációk szinte egységesen, tehát fői szinten egységesen kiálltak amellett hogy igenis érdemi tárgyalásokra van szükség, hiszen a főváros ezzel a költségvetéssel feléli minden mozgásterét, és az iparüzési adó felezés pedig megoldhatatlan helyzeteli állítja. Ez azért is érinti nagyon rosszul Budapestet, hiszen évtizedes tartozásai is vannak a fővárosiak felé, például a láncít felújítása kapcsán, amiről a kormány oldal azt állítja, hogy azzal, hogy az előző tallós istvánféle közbeszerzési eljárást ugye lefújták, azzal 5 milliárd forintot vettek ki az adófizetők sebéből, és drágább lett a beruházás, drágább lett a láncít felújítása. Mi ebben az igazság? Ez nagyon egyszerű megint. Meg kell nézni, hogy milyen szerződéseket lehetett volna aláírni. A legolcsóbb szerződési lehetőség a Tarlós István által indított tendernél, ez 34 milliárd forint körül volt tartalékkerettel és mérnök díjjal együtt. 34 milliárd. Most meg 26 milliárd. Tehát, hogyha megnézzük a kettőt, akkor azért jól látszik, hogy a mostani szerződés azért mégiscsak olcsóbb, ezért ez könnyű összehasonlítani a, a, a két számot egymással. Ebből következőek, innentől kezdve minden olyan vita, hogy most műszaki tartalom, összehasonlíthatósága azért másodlagos, mert ott volt egy szerződés, amire egy aláírás hiányzott, ez 34 milliárd volt a végösszeg rajta, most van egy szerződés, amire még ugyan hiányzik egy aláírás, de döntések megvannak, az 26 milliárd forint. Innentől kezdve nem érdemes arról beszélni, hogy melyik volt drágább, meg olcsóbb, hiszen az jó látszik, hogy most kevesebbe kerül a fővárosiaknak. Lehet tudni azt már, hogy a villamos alagút az mikor kerül felújításra, és hogy ennek mennyi lesz a teljes költsége, mennyibe fog kerülni a budapestieknek a láncít teljes felújítása? Ugye ez fontos, hogy egy beruházásnak a beárazása az valójában a közbeszerezési ajánlat. Hiszen minden addig a mérnökár, meg bármi más tervezési összegek, azok nagyon-nagyon indikatívak. Jelen pillanatban nem láttuk ebbe a költségvetési helyzetbe, hogy mi ezt a villamosalagutat felújítanánk, vagy fel kellene egyáltalán újítani, és erre vonatkozóan a szakemberek mondták azt, hogy ez most feltétlenül szükséges a jelenlegi etabba, ő a villamosalagut felújítása ráér abba a dologba. És innentől kezdve, mondom, leegyszerűsödik a dolog, jelenleg ez körülbelül 26 milliárd forintjába kerül a fővárosiaknak az előző szerződéses 34 milliárd forintba. Nem lehet a kettőről úgy beszélgetni, hogy akkor a a másik az olcsóbb lett volna, mert hát látszik a két szám közötti különbség. Mikor kezdődhet meg maga a beruházás? Mikor kezdik el valójában felújítani a láncidat? Hát február végén átadjuk a munkaterületet várhatóan, és tervek szerint 23 őszéig tart a felújítás. Ugye ebben 18 hónap van, amikor a hitforgalma le lesz zárva teljes mértékben. Kis Amrúsnak, Budapest főpolgármester helyettesének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző social média felületeken. Hamarosan újra találkozunk, viszontlátásra!